Igen, van ilyen. Ez különösnek tűnhet elsőre, mégis megfigyelhetjük, hogy néhány világklasszis teniszező az adogatás-fogadás készenléti alapállásában már fonákfogással várja a labdát. Nekik a tenyeres ütésre kell adott esetben átfogni. Számukra ez a jobb, könnyebb átfogás variáció. Az agresszív, pörgetett fonák return-re készülnek ők, jobbára felugrásos előremozgással, beugrással. Nézzük meg ezeket a gyönyörű mozgásokat lassítva is. A játékosok túlnyomó többsége azért alapállásban a tenyeres fogást választja, és ebből fognak át gyorsan a fonák pörgetés fogására.